Sziasztok! A mai videóban az egyik kedvenc alapozómat szeretném nektek bemutatni, méghozzá a Mac Studio Sculpt alapozójáról van szó. Szerintem már voltak videók, amikben így említettem nektek, biztos szerepelt már havi kedvencek között, illetve az alapozós videómban is, úgyhogy tényleg megérett már egy terméktesz rólam. Először az ilyen általános információkat szeretném elmondani. 40 ml tartalmaz a termék, és olyan 9600 forint körül kapható a Mac üzletekben. 19 árnyalatban elérhető, a Mac amúgy is híres arról, hogy nagyon-nagyon jó a színválasztéka, úgyhogy szinte mindenki, sőt biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja azt a szint, ami tökéletesen passzol hozzá. Az alapozó kapható NC és NV vonalban is, az NC az ugye a sárkás tónusúaknak való, az NV pedig inkább a rózsaszínes tónusúaknak ajánlott. Van egy 15-ös fényvédő is az alapozóban, ami önmagában nem elég, viszont szerintem ez egy plusz. Többnyire ezt az alapozót minden bőrtípusra szokták tulajdonképpen ajánlani, viszont amire tényleg ideális, az az inkább szárazba hajló kevert bőr és az idősödő bőr. Vízálló az alapozó, illetve egy géles, szilikonos bázisa van. Elég gazdag a textúrája, közepestől erős fedésig építhető fel, emellett egy természetes bőrfényű finisht hagy maga után, és közben nézem, hogy azt hiszem, hogy most így gyorsan el is hadartam róla mindent. Az összetevőit, hogyha érdekel titeket, akkor belinkelem az infoboxba az alapozónak a krémmániás elérhetőségét, ott meg tudjátok nézni részletesen az összetevőit. Sminktermékek esetén én nem figyelek annyira oda ezekre, mint arcápolás terén, viszont azt tudom, hogy parfüm például, ha jól tudom, akkor nincs az alapozóban, illetve van benne például glicerin, aminek vízmegkötő tulajdonsága van, van benne elég sok szilikonféle, úgyhogy ha valaki a szilikonokra egy kicsit érzékeny, akkor ez az alapozó, ez neki nem lesz jó választás. Van benne tamarindus mag kivonat, ami hidratál, seavaj, aminek bőrpuhító hatása van, úgyhogy ez tényleg egy gazdag textúrájú alapozó, és én az én személyes tapasztalataim alapján is inkább szárazba csapó bőrre tudom elképzelni. Az én arcbőröm ugye hát nyáron átmegy normálba, viszont így ősz kezdetétől átmegy így a szárazabb felé. Nem lesz extrém száraz, viszont érzem, hogy a hidratálásban is jól esik az, hogyha egy gazdag hidratáló krémet használok, és sminkekben is olyan termékeket szoktam választani, amik inkább puhítják a bőrömet, és nem engedik utána nap folyamán, hogy kiszáradjon. Erre tökéletes az alapozó, nagyon-nagyon szeretem használni, viszont nyáron nekem már egyszerűen túlságosan sok, olyankor maszkszerűnek érzem a bőrömön, holott amikor ősszel is télen használom, akkor ilyen benyomásom egyáltalán nincsen róla. A csomagolása nekem nagyon tetszik, egyszerű, nagyszerű, egy átlátszó tubusban kapott helyet az alapozó, aminek ilyen, egy kicsit ilyen matt, hogyha matt tapintás van. Amúgy csőrös, vagy hát igen, csőrös az atakolója az alapozónak, ami nem a legjobb, de nem is a legrosszabb, úgyhogy én abszolút jól boldogulok velem. Igen, a használata szerintem roppant egyszerű. Nekem, szerintem ez az alapozó a krémes textúrája miatt igényel vagy egy dual fiber ecsetet, amivel tényleg nagyon szépen bele lehet dolgozni a bőrbe, vagy én például mindig a Real Techniques smink tojását szoktam hozzá használni, úgyhogy ilyen beauty blendert, vagy beauty blender utánzatokat is tudok hozzá ajánlani, mert az tényleg nagyon szépen bele dolgozza a bőrbe az alapozót, és úgy abszolút nincsen maszk hatásom. Amit én nem tudok elképzelni, az, hogy kézzel is szépen el lehetne ezt a terméket dolgozni, illetve vannak ezek a macskanyelv alakú alapozó ecsetek. Én ezeket az ecseteket így se úgy sem szeretem, és nem is tartom valószínűleg, hogy ezzel az alapozóval is jól működhetne. Minden esetre a használata egyszerű, nagyon szépen terül a bőrön, nem szárad, szóval relatív gyorsan szárad, viszont nem kell vele olyan iszonyatosan gyorsan dolgozni. Szépen, kényelmesen lehet vele dolgozni, el lehet szépen oszlatni. Ami nekem így, nekem ez az egyik tényleg kedvenc alapozom, viszont van ennek is kettő ilyen kis aprócska hibája,
Az egyik, az nekem annyira nem hiba, mert engem annyira nem zavar, viszont hogyha valakinek egy kicsit olajosabb, kicsit kevertebb a bőre, akkor lehet, hogy ez annyira nem fog tetszeni neki, mert hogy ez az alapozó a nap folyamán hajlamos egy kicsit átfényesedni. Ez rajtam is előfordul, pedig ahogy mondtam, inkább szárazba hajló arcbőröm van, jelenleg ebben az évszakban mindenképpen. Viszont előfordul, hogy átfényesedik rajtam. Ez engem nem zavar, mert hogyha tényleg úgy érzem, akkor ezt az olajat felíthatom a bőrömről, vagy egyszerűen rajta hagyom, mert még mindig nem lesz ilyen diszkógömbös hatása a dolognak. A másik, ami egy kicsit zavaró, az pedig az, hogy hajlamos egy picit beleülni a pórusokba, ami nekem az orromon jellemző, úgyhogy ott szoktam látni, hogy ott eldolgozás közben is egy kicsit több türelmet igényel, hogy szép legyen, illetve napközben is van, hogy beleül a pórusokba. Ezt ugye egy jó primer meg tudja oldani. Én nem igazán használok ilyen pórus javító primereket. Én a sima Niva Men Aftershave balzsamját használom primerként. Az ugye ezt a problémát nem hidalja meg, viszont hogyha szépen eldolgozom az alapozót a smink szivacsommal, akkor ez a probléma is áthidalható. A tartósága, szerintem a tartósága az egyik legjobb tulajdonsága ennek az alapozónak, mert tényleg nagyon szépen fent marad egész nap. Nem mondom, hogy nem lehet leizzadni, én nem mondanám teljesen vízállónak, nem tudom, medencében még nem ugrottam vele fejest, viszont szerintem nem teljesen vízálló, ahogy mondtam, egy ilyen erősebb izzadást azért nem bír ki, akkor látom, hogy itt-ott elkezd egy kicsit megkopni. Viszont tényleg egy ilyen 8-9 órát simán kibír az arcon, mindenféle erősebb kopás nélkül, nagyon szépen néz ki. Talán, amit én nem igazán értek, mert hogy idősödő bőrre is szokták ajánlani ezt az alapozót, viszont nekem itt van mind a két oldalon ilyen mosolyráncom, amiben hajlamos egy kicsit beleülni. Ezt úgy szoktam igyekezni megelőzni, hogy porpuderrel fixálom itt a mosolyráncoknál az alapozót, viszont hogyha ez elmarad, vagy olyan is előfordult, mert hogy megtettem és mégis előfordult, akkor utána a nap közben szépen ott egy kicsit az ujjammal egyengetem a terméket, és volt probléma, nincs probléma, viszont igen, erre oda kell figyelni. Emellett, nem tudom, én mindig odafigyelek az alapos hidratálásra, az alapozó felvitel előtt, ezért nekem ilyen problémám nincsen, viszont hallottam róla, hogy a száraz részeket, ahol tényleg már hámlik a bőr, azt ki tudja emelni. Nem tudom, ahogy mondtam, nekem ilyen problémám nincsen vele. Szerintem minden sminknek az egyik legalapabb dolga, hogy a bőrünket megfelelően előkészítsük hozzá, és szerintem, hogyha ez megvan, akkor ez az alapozó nagyon jó választás tud lenni, hogyha egy olyan terméket kerestek, aminek tényleg inkább erősebb a fedésem, ami hosszan tart, aminek gazdag textúrája van, ami nem engedi napközben sem, hogy kiszáradjon az arcotok, aminek tényleg nem lesz ilyen feszítő érzése 8 óra elteltével sem, akkor tudom nektek nagyon jó szívvel ajánlani ezt az alapozót, mert ahogy mondtam, én nagyon szeretem, nekem ez már a második tubusom, és valószínű, hogy újra fogom venni ezután is, mert úgy érzem, hogy ez ilyen állandó lakója kell, hogy legyen a smink gyűjteményemnek. Igen, az ára egy kicsit borsos, de szerintem megéri azt a pénzt, amit belefektetünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, írjátok meg nyugodtan, hogy ti próbáltátok-e már ezt az alapozót, illetve hogy nektek mi a kedvenc alapozótok. Nagyon érdekelne, mert én mindig szeretek új termékeket kipróbálni, úgyhogy írjátok meg nyugodtan kommentekben, és további szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!